Kodály Zoltán tagiskola jelenlegi és egykori diákjai egyaránt műsorral készültek az intézmény fennállásának 55. évfordulója alkalmából. Az iskola születésnapját április 29-én ünnepelték. Az intézményben több évtizede magas szintű művészeti oktatás zajlik. Ebből kaptak ízelítőt az ünnepség vendégei. Az 55 éves iskola diákjait és tanárait Salgó Tarján polgármestere köszöntötte. Büszkén tudjátok mondani, hogy mi kodályosok voltunk, kodályosok vagyunk, és legszebb éveink azok voltak, amelyeket ennek az iskolának falai között töltöttünk. Egy olyan iskolának, amely arra is példa, arra is minta, hogyha van közös ügy egy város életében, akkor mindegy, hogy ki milyen politikai oldalhoz tartozik, mindegy, hogy éppen miről vitatkozik a mindennapokban, össze lehet és össze tud fogni azért, hogy ahogyan itt is történt 2011-es zárással, egy iskola megújuljon. A fenntartók nevében Székiné dr. Strémi Melinda tankerületi igazgató mondta el ünnepi gondolatait. Az 55 éves intézmény történetét és elért eredményeit Somogyi Nékvallik Lenke tagintézményvezető mutatta be. Az ünnepség zárásaként a jubileum alkalmából meghirdetett iskolai irodalmi és rajzpályázatok legügyesebb alkotóit értékelték. Az iskolát 1959-ben alapították. Akkor még Mártírok úti általános iskolaként kezdte meg működését. Az intézmény 1990-től viseli Kodály Zoltán nevét.